A 2010-ben alakult Nare, idén már 9. alkalommal hívta életre a strandröplabda tornát, amelyet Nagykállóváros polgármestere nyitott meg. Juhász Zoltán üdvözölte a játékosokat, és örömét fejezte ki, hogy ismét több röplabdázó és szurkoló érkezett városunkba, határon innen és túlról. Beszédében kiemelte a Nare úttörő szerepét abban, hogy a röplabdázás és ezen belül a strandröplabdázás is egyre jobban elfogadottá vált a lakosság körében. A játékosok közül többen már visszatérő vendégek voltak a településen. A bajnokság napján a sportolók 15 csapatban versenyeztek egymással. Minden csapatban két nő és két férfi játszott. Nálunk van egy ilyen tradíció, vagy 8 éve, hogy mi sose írjuk ki, hogy ki akar jönni, hanem mi meghívjuk csapatokat, csak azokat, akikkel jó a kapcsolatunk, és tudjuk, hogy ez egy ilyen találkozó erősíti a kapcsolatot, azt jelenti, hogy vissza is menjünk hozzájuk játszani, és van, aki már 9 éve jár hozzánk, van, aki először jön, és szerintem ez egy nagyon jó kitaláció volt, és ezt így is fogjuk továbbra is csinálni. Egyik nagy tervünk az, hogy jövőre 4 pályát rendezünk be, és idén is akartuk, de nem sikerült még. A másik nagy tervünk az, hogy talán tudnánk 3 pályát rendezni a csarnokba, az még szebb lenne. Az azt jelenti, hogy itt akkor tudnánk 24 csapatot fogadni. Hát az egy jelentős esemény lenne. Jelenkező már most van, és hát ilyen nagy terveink vannak. Hely van, a milliót javítjuk közös erővel a strandvezetőségével, mi is sokat teszünk érte, idén is rengeteget dolgoztunk, hogy a pályák rendben legyenek. A Nare, mint rendező egyesület, 4 csapattal vett részt a versenyen. A meghívott csapatok nagy többsége meghatározó a térségük amatőr röplabdázásában. Minden Nare által rendezett versenyre, így erre is a résztvevő csapatokat a szervezők külön hívták meg, ezért már alapból jó a hangulata ezeknek a találkozóknak. A környező települések csapatain kívül Romániából 3 csapat érkezett, valamint 3 szlovák csapat is részt vett a mérkőzésen. Új résztvevők is jöttek Nagyváradról, Beregszászból és Mátészalkáról. Az eseményen tehát 15 csapat 2 női és 2 férfi játékosa mérte össze röplabda tudását. A finom ebéd elfogyasztása után pedig kiosztásra kerültek a díjak. A 4. helyezett a Gólya Vádli, a 3. a Nare Bitang 4-es csapata, a 2. helyezett a Szatmár Németi 2. csapata lett, míg a kupa győztese a Nare 1. csapata lett, kimagaslóan jó játékkal. A 2., 3. és 4. helyezetteket Nyilas Sándor kerámikus által készített külön érmekkel jutalmazták a rendezők. A győztes csapat pedig átvehette a kupát is. A résztvevő csapatok meghívást kaptak a 2020-ban rendezendő 10. Nare Strandröplabda jubileumi kupára.